az óvónénik nyáron sem pihentek. Népszerű a kunyhintés és a lángos. Képviselői beszámoló. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 25-én 18 óra 5 perckor. Bárcsak szeptember 2-án indult az új óvodai év, városunk pedagógusainak már nyáron is voltak ezzel kapcsolatos teendői. Úgy gondolom, hogy kipihent kollégákkal kezdtük az új óvodai évet, nyáron megteremtettük a biztonságos munka feltételeit, és a szakmai munkára is odafigyeltünk. Megterveztük a nevelési évünket, mondta el televíziónknak Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője. A pihenés mellett azért készültünk is az új nevelési évre, hiszen a szabadságolások mellett az óvodákban ahhoz, hogy szeptember 1-én tisztaság és rend fogadja a gyerekeket, ahhoz azért elő kellett készíteni az óvoda belső tereit. Sor került a különböző karbantartási feladatok elvégzésére, hiszen nagyon fontos a tisztaság mellett a biztonság is a gyermekek számára. Itt gondolok az óvodai udvaroknak a rendbetételére. A vezetőtől azt is megtudtuk, hogy az óvónők augusztus végén több szakmai konferencián, előadáson is részt vettek. Az idei nevelési évben a játék lesz a központban, a nevelési tervben, így a konferenciákon hallottak alapján állították össze a nevelési feladataikat az új tanévre. Szakmailag is készülődtünk, hiszen a pihenés után azért mindig a következő évre való felkészülés is egy nagy izgalommal tölti el a pedagógus kollégáimat, hiszen ilyenkor az új csoportok indítása, az új gyermekek fogadása egy komoly szakmai kihívást jelent számunkra, hogy ez az időszak minél sikeresebb és eredményesebb legyen. Így már augusztus 20-a után megkezdtük azokat a szakmai konzultációkat, azokat a szakmai beszélgetéseket, tervezgetéseket, tervek elkészítését, ami erre az időszakra vonatkozik, hiszen ilyenkor tervezzük meg az egész évre a nevelési programot, a nevelési terveinket, a munkatervet elkészítjük. De ez az időszak nem csak a saját terveink elkészítéséről szól, hanem arról is, hogy hogyan tudunk azokkal a jogszabályokkal megismerkedni, hogy hogyan tudunk szakmailag töltekezni. Úgyhogy augusztus végén részt vettünk megyei tanévnyitó értekezleteken, szakmai fórumokon, konzultációkon, amelyek nem csak az új jogszabályok, a jogszabályi változások megismertetéséről szólt, hanem olyan szakmai előadásokat is hallhattunk, amelyek ebben az évben a kiemelt nevelési területeinknek a megvalósítását szolgálják, hiszen nagyon komoly felkészülést szeretnénk ebben az évben, egy picikét a játék kerül most a fókuszba, mert hát miről is szól másról az óvodai élet, mint a játékról, és a játékon keresztüli tanulásról, a szabad játék tevékenységeihez, a feltételek megteremtéséről, és erre készültünk szakmai előadók meghallgatásával, és ezeket igyekszünk majd most beépíteni a nevelési terveinkbe, és ezek alapján megkezdeni a év nevelési feladatait, a mindennapi tevékenységeket. Úgyhogy a készülődésünk az mondhatom azt, hogy augusztus 20-a és szeptember 1. hete, amikor így véget ér. Az óvoda vezetője azt is elmondta a televíziónknak, hogy a szakmai munka mellett sikerült a személyi feltételeket is megteremteni. Vannak fiatal óvónők, s a Takács Péter úti óvodában a beiratott nagy létszámú óvisok miatt plusz csoportot is indítottak a Karcagváros önkormányzata engedélyével. Mondhatom azt, hogy szerencsések vagyunk, mert az óvodáinkban minden csoportban két óvodapedagógus tevékenykedik. Ez nagyon nagy öröm, hiszen ezt úgy sikerült elérnünk, hogy van fiatal pályakezdő kolléganőnk, van olyan, aki itt közöttünk tanult ki óvodapedagógusnak levelező tagozaton, ő is most már óvodapedagógusként kezdte meg a tevékenységét, úgyhogy ebben a formában mondhatom. Illetve van egy olyan csoportunk, ahol egy óvodapedagógus és egy pedagógiai asszisztens, ez az a csoportunk, amit most indítottunk újonnan a Takács Péter úti óvodában ebben az évben, hiszen olyan nagy volt a gyermekek létszáma, hogy már az ott lévő három csoportba
nem fértek a kisgyermekeink, és ott az intézményünk fenntartója Karcagváros önkormányzatának engedélyével egy negyedik csoport indítására is sor került. Az óvodában a nagyobb létszámú csoportokban a délutáni alvás nem megoldott, ahol kistestvérrel otthon vannak az édesanyák. Ott a gyermekek ebéd utánig lesznek az oviban, ahol az egyéni fejlesztésekre is odafigyelnek. A kisújszállási Kumánia gyógy- és strandfürdőt is sokan választottak pihenésük helyszínéül a nyári szezon folyamán. A következő összeállításunkból az is kiderül, hogy miket fogyasztottak legszívesebben a fürdővendégek. A kisújszállási strand területén is számos szolgáltató üzemel a fürdőközönség igényeit kielégítve. A Karcag Televízió stábja ott jártunkról arról kérdezte őket, hogy milyennek találják az idei évi szezont, és milyen termékekkel keresnek leginkább a fürdővendégek. Majlát Antalné Magdi kunhímzéssel készült ajándéktárgyakat árusít. Termékei között szerepel terítő, könyvjelző, párna, papírzsebkendő tartó, csak hogy néhányat említsük a tárgyai közül. Kunhímzéses ajándéktárgyakat készítettünk. A településünk, ugye kisújszállás a kunok egyik hazája, vagy hazája, és évekkel ezelőtt próbáltuk újraéleszteni a kunhímzést, és ezzel kapcsolatosan készítettük a tárgyainkat is. Természetesen hagyományosan a terítők vagy párnák, ezen kívül vannak, ami ma használatosabb, papírzsebkendőt tartó, vagy telefontok, üvegtartók, neszeszerek, tehát próbáljuk a mindennapi használati tárgyakra is átvinni, vagy apróbb ajándéktárgyaknak a könyvjelzőket, tűpárnákat, vagy kulcstartókat. Szót ejtett arról is, hogy nagyobb gyerekek már szívesen veszik kezükbe a tűt és öltögetnek is. Általában úgy készülünk, hogy a kisebb gyerekeknek megmutassuk a kunhímzés színeit, tehát ők még igazán hímezni nem tudnak, vagy varrogatni nem tudnak, ezért a színezést szoktuk elővenni, és a rózsákat, vagy a kun mintára jellemző virágokat színezhetik. Természetesen segítünk nekik, hogy milyen színekkel. Ugyanúgy, ha még kisebbek, akkor lehet állatfigurát is egy kicsit színezgetni, kinek mi tetszik jobban, viszont a nagyobbak igen nagy szeretettel veszik már a tűt a kezükbe, és nagyon ügyesen tudnak öltögetni. Szeretik is. Demeterné Halász Katalin kültős kalácsot és lángost árusít. Elmondása szerint legtöbb a lángosból fogy, de a kültős kalácsot is előszeretettel vásárolják a vevők. A gyerekek a kültős kalácsból a kakaóst, míg a lángosból a sajtost, tejfölöset fogyasztják. A gyerekek a kürtőskalácsot inkább jobban kedvelik, abból is a kakaósat, de a lángos is nagyon nagy közkedvelt náluk, de csak a sima sajtos tejfölös lángos. Olá Lajos kávékülönlegességeket, különböző ízesítésű gofrikat, palacsintákat, koktélokat, limonádékat árusít a kisúji strandon. A fiatalok a limonádét, középkorosztály pedig a koktélt, nyilván nem a palacsinta, hanem a gofri, mert kicsikét úgy érzem, hogy kuriózumnak számít az, hogy gofrit kapjon valaki manapság, mert nagyon kevés helyen árulnak. Brehóni Boros Ibolya strandcik butikot üzemeltet a Kumánia gyógy- és strandfürdőben. Árukészletek között szerepelnek játékok, úszógumik, labdák, papucsok, női-férfi ruhaneműk, kalapok, gyerekeknek sapkák. Ez attól függ, hogy kik látogatják meg a strandot. Van úgy, hogy a gyerekeknek vásárolnak többet, és van úgy is, amikor a felnőttek vannak többségben, illetve hogyha különféle buszok jönnek, kiránduló buszok, akkor nyilván sokszor idősebb korosztály is jön, és akkor vásárolnak unokáknak, ruhaneműt maguknak, stb. Stb. Már hagyomány televíziónkban, hogy városunk önkormányzati képviselői beszámolnak az elmúlt időszak képviselői munkájáról. Hírstúdiónk vendége dr. Kanász Nagy László, a 2. számú egyéni választókörzet képviselője. Köszöntöm, főorvos urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és várom, hogy mire kíváncsiak velem kapcsolatban. Köszöntöm a televízió nézőket, a hallgatókat. A főorvos ura 2. választókerületnek az önkormányzati képviselője. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Mik valósultak meg a kerületben?
Igen, hát a kettes választókerületet örököltem meg Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrtól. Hát ugye akkor 4 évvel ezelőtt én úgy csöppentem bele a önkormányzati képviselőségbe, hogy Kovács Sándor volt a megválasztott képviselője ennek a körzetnek, de ugye változtak a törvények, összeférhetetlenség alakult ki a megyei közgyűlési elnöki státusza és a területi képviselőség között, ezért le kellett adni ezt a mandátumot. És hát akkor én kaptam meg ezt a, én nyertem el ezt a választókerületet. A egy év, fél évvel később történt választás során. A terület két körzetből áll, egyrészt van egy belvárosi lakóövezet, ami ugye a Fanzumnak nevezett körzetek arcának. Itt ugye régóta betelepült területről van szó, ahol kertesházak vannak, közintézmény szinte nincs is ezen a területen, lakóövezetnek tartható, és van a 4-es választókörzet, ami a, hát már a Damjanics utcán kívüli területeket érinti. Ennek egy érdekes összetett választókörzet részben van egy kertvárosi jellegű része, ugye a nagyvénkerti lakóövezet, ahol vannak Karcolon legutóbb betelepült lakókörnyezet, ahol szintén kertes házak, jobb, úgy mondhatnánk, hogy jobb módú lakókörnyezet alakult ki. Ugyanakkor van egy szintén nem túl régi, a 80-as években épült bérház, most panel beépítésű, nagyvárosias jellegű lakókörnyezet, és hát van egy nevezett kisvénkerti kerti lakóövezet, ahol hát félig meddig inkább külterületi ott élők lakják, sokkal szerényebb körülmények között élő emberekkel. Tehát egy elég összetett lakossággal kell bánni. Sokféle megkeresés nyilván van ezekről a területekről. A Fanzug szempontjából inkább a infrastruktúra előregedése miatt kell különböző munkákat elvégezni. A járda felújítások, az árkok rendbetételesek, árkoknak a befedése, átjáróknak a javítása, tehát ilyenek merülnek föl általában a lakosság szempontjából az önkormányzat felé, míg a kinti lakókörben, ott pedig hát inkább a élhetőség szempontjából fontos beruházásokra kellett sort keríteni. Például a nagyvénkerti lakótelepen ugye létesült egy nagyon szép kosárliget, edzőpark, ami tényleg földobta ennek a területnek a élhetőségét, színvonalát. Nagyon szeretik a fiatalok, az egész városé is természetesen ezek a beruházások, és nagy szeretettel látom, hogy sokan, ha jó idő van, akkor használják ezeket a sportlétesítményeket, de sok mindent lehetne majd itt csinálni, hát nyilván még a elkövetkezendő évek képviselőire hárul az, hogy azért az élhetőség, a felvirágoztatása ennek a külső kerületnek, a nagyvénkerti lakótelepnek azért még jó néhány beruházást igényel, hogy igazán színvonalassá és jól lakhatóvá tegyük ezt a lakókörnyezetet. Az ott lakók, a kerületben lakók is összefogva egy emberként, együttműködve viszik végbe ezeket a feladatokat, egymással kommunikálva, nyilván, mert ez elengedhetetlen egy ilyen környezetben. Hát igen, nyilván, hogyha valami utcát, vagy
a lakókörnyezetet érintő változtatásról van szó, akkor mindig a környezetben, a utcában érők közös és egyöntetű javaslatát lehet figyelembe venni, mert nagyon nagy széthúzás szokott időnként lenni, tehát vigyázni kell azzal, hogyha egy megkeresés érkezik, akkor körül kell járni, hogy többiek is úgy gondolják ezt a például egy fekvőrendőr elhelyezése az utcában, ami lehet, hogy az éppen utca elején lakónak tetszik, de lehet, hogy a beljebb lakók már nem úgy gondolják, mert mindig az utca közös véleménye alapján lehet az ilyeneket eldönteni. De általában ezek a közlekedési rendnek a változtatásával kapcsolatos dolgok, amik hát ilyen közös megegyezést igényelnek. Hogyha a Fjórus urat valaki szeretné megkeresni, milyen időpontban, hol teheti meg ezt? Mire a lehetőség? Hát ugye hivatalosan minden hónapban van fogadó óra. Az általában én a kedvi napot szoktam erre kiszúrni, kérdem 5 óra körül a Városházán. Ezek ilyen 1 órás fogadó órák, ott lehet megtalálni, amit a városi újság az mindig időben közül, hogy mikor vannak ezek a fogadó órák, minden képviselőnek van. Ezen kívül nyilvános a telefonszámunk, hát természetesen megkeresnek telefonon nagyon sokan, akár fűnyírás, akár bármi más igény esetén, és akkor konkretizáljuk, akár kimegyek, megnézem, hogy mi a probléma, és akkor úgy értesítem a városgondnokságot, vagy az önkormányzat felelő intézményeit, hogy mi a megoldás, hogy próbáljuk orvosolni a helyzetet. A telefonszámom az nyitott, hát nyilván én elfoglalt ember vagyok, azért nem biztos, hogy mindig fel tudom venni a telefont, ezért hát inkább a délutáni órákban próbáljanak keresni, az azért sikeresebb. Jó. Én megköszönöm Fjórus úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és jó munkát kívánok az elkövetkezendőben is. Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon jó egészséget, és hát boldog jövőt kívánok mindenkinek, a karcagi kosoknak és a televízió nézőknek, a rádió hallgatóknak. Köszönöm szépen! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!